Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Détokernőt hallják a Felvidéki Magyar Sportcsatorna Dunaszerdő stúdiójából. Másodszor kapcsolunk fülekre a Palócföld egyik fővárosába, itt a Felvidéken, ahol a szlovák kupa, a Slovnaft Cup harmadik fordulójában az élvonal újonca, a KFC Komárom vendégszerepel, és Mehil 11-es góliával a 32. perctől kezdve vezet a KFC. Igaz, a fülekieknek is voltak lehetőségek, és egyelőre nagyszerűen helytállnak a hazaiak. A komáromiak egy füleki szögletet követően most egy gyors ellentámadást vezettek. Bajémi nyargalászik el, nem tudják megállítani, mellette tandemben ott fut Tóth Gabi, aztán Bajémi túlcifrázza, megállítják. Itt viszont Spirka szerez labdát, Spirka, Tóth Gabi már a 16-oson belül, egy igazítás, és a hosszú alsó sarkot kilövi Tóth Gabi. Ezzel ünnepli 31. születésnapját a lelédi csatár, nagyszerű teljesítmény, nem sokat vacakolt vele. Három fülekivel szemben leveszi az átadást, megigazítja és megnézi a hosszú alsó sarkot, nem csak megnézi, hanem nagy erővel a kapufa tövéhez vágja a lasztit. Ezzel a 44. percben a szlovák kupa harmadik fordulójában Fülek KFC Komárom 0-2.